Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról is résztvevőket. Én Cank Ferenc vagyok, a PP egyik 8-as szintű vezetője, és külön köszöntöm az édesanyákat is, ugye is anyák napja van. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet, ember, ismeretfejlesztő képzésem. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez nem bánta senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Én szoktam említeni, hogyha valakivel beszélgetek, hogy azért tegezzük itt egymást, mert magától nem történik semmi változás a világban. A PPH előtti foglalkozásom végzettségem szerint gépészmérnök, viszont mára-mára PPA tanulói csapatszervezés fő tevékenységem, és hála teremtőmnek az egész családunk részt vesz már ebben. Párom is, és gyerekeink is. Lébényben élek, egyre boldogabb párkapcsolatban, ami nem volt ez mindig így, és ezt alátámaszza több olyan tanulótársunk, aki úgymond párosával jött tanulni, hogy egyre boldogabb párkapcsolatban tudnak élni egymással. Több mint 5 éve kezdtük el párommal együtt a Nyílt Akadémiánál tanulmányainkat. Egyszerűen azért, mert hát 2001 óta keressük kérdéseinkre a választ, és nem találtuk meg. Részt vettünk rengeteg tanfolyamon, beiratkoztunk több internetes tanfolyamra, volt, ami kétnapos volt, volt, ami két hónapos volt, ami fél éves, ahol mindenhol megtudtuk azt, hogy mit csinálunk rosszul, viszont azt egyik helyen sem mondták el nekünk, hogy A-ból B-be hogyan tudunk eljutni. Senki nem kötötte az órunkra, hogy mi erre a megoldás. Mindez addig tartott, amíg 5 évvel ezelőtt, most már több mint 5 évvel ezelőtt megtaláltuk a Nyílt Akadémiát Szedlacsik Miklós vezetésével, amit ő hozott létre, és amit egy barátunk ajánlott. És azóta úgymond kivirágzott az életünk. Nyilván nem volt ez olyan egyszerű, se könnyű, viszont nagyon megérte. Megérte azért, mert most más színben látom a világot, megérte azért, mert jobbá tudtuk tenni életünket, gyerekeinket, sokkal, nem is biztos, hogy könnyebben, de olyan tudás birtokában más tenni dolgunkat, és más nevelni őket is, hogy tudjuk, hogy merre haladunk. Tudjuk, hogy ha ezt tesszük, akkor az lesz a végeredmény, ha amazt tesszük, akkor az lesz az eredmény. És így teljesen más a gyereknevelés, más párkapcsolatot úgymond működtetni és jól működtetni, és más a munkával kapcsolatban is megélni dolgokat, másokkal való kapcsolatunk is teljesen megváltozott. Pont ma volt egy beszélgetés, ami nagyon kedves illetővel, aki egyébként most néz minket. Ő hargitai származású, tehát ott is él, Székelyföldön, Romániában, és ő is alátámasztotta, hogy tehát nagyon nem mindegy, hogy úgy élünk, hogy nem tudjuk, hogy vannak elnyomók körülöttünk, vagy elnyomoskodók, hogy a kettő között mi a különbség. Ezt most lehet, hogy aki most hallgatod, mivel nyilvános díjmentes előadás elején vagyunk, és még nem tudod, hogy mi a kettő között a különbség, én javaslom, hogy kezd el a képzés és megtudod, ugyanis őnek is mondtam az illetőnek, hogy nagyon nem mindegy, hogyan kezeljük, és én is elrontottam akkoriban az elnyomó embereket, akik szándékosan úgymond rosszat akarnak, mert ők ebbe élik ki magukat, vagy az olyan jó emberek, akik csak ezt átvették, és azt a működést megélik abba a percbe, abba az órába esetleg. És az illető is, akivel beszélgettem, ezzel nagyon egyet értett. Szóval ezt is megtanultuk. Megtanultunk a hatósággal jól bánni, sőt ezt élőbe saját bőrünkön is megéreztük, ugyanis volt egy szép bankhitelünk. Hát abban az időben nem működött, nem tudok olyan életterületet, ami jól működött volna. Se önmagamat nem tudtam jól, nem voltam jól önmagammal se, párommal, gyerekemmel, munkatársakkal, senkivel se, és egy ilyen lavinaként mentünk le fel a lejtőn,
És ez úgy vitt magával mindent, mint amikor a nagy hógolyót lesz belőle egy hatalmas lavin, és az visz mindent. Hát nálunk ez volt, ezt éltük meg. És hát hála teremtőnek, mielőtt az a lavina úgymond a lejtő végén szétrobbant volna, hál' Istennek megtaláltuk Szedlacsi Miklóst, és olyan megoldást tudott nekünk adni, hogy emberek maradtunk, anyagilag se dőltünk össze, mind amit sajnos környezetünkben láttunk. Tehát emberek maradtunk, gyerekeinket tudjuk jól nevelni, és megmaradtunk. Megmaradtunk olyan embernek, akik tudták, hogy utána merre megyünk, melyen irányba tartunk, és mi a célunk. És ezt most egyre boldogabban tudjuk működtetni és tenni. Úgyhogy röviden ennyit gondoltam az elején bevezetésképpen. Majd még a nyílt előadás után még majd beszélek valamiről. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Szedlacsi Miklós a legnagyobb személyiségfejlesztő szervezet alapítója és vezetője, kinek a legtöbb ember köszönheti személyiségfejlődését, és ráadásul még mesterkócs is, aki a legtöbb kócsot képzi és képezte. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás révén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békességben és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném most megkérni mesterünket, Szedlacsi Miklós, mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedett a jelenlegi világunkkal? Nagyon. Nagyon vacak. Olvastam ezzel kapcsolatban éppen talán tegnap este egy cikket, hogy az EU-ban mi vagyunk hátulról, abban a másodikok, hogy itt esett vissza a legnagyobb mértékben a vásárlókedv. Tehát a 2008-as, 9-es válság esetén, idején olyan 8-9%-os vásárlói visszaesés volt, ugye abban a 2 évben. Most ez 10% fölött van, itt Magyarországon. Tehát ami azt jelenti, hogy látni, hogy gond van, mert az emberek nem vásárolnak annyit, mint szoktak. És hát ugye ez a kezdet. Tehát ugye ez az egész, ez több összetevős, hogyha jobban megnézzük. Tehát van egy olyan világunk, ahol gépesítés folyik, automatizálás folyik, egyre kevesebb élő erőre van szükség. Nem tudom, tudjátok-e, vagy mennyire tudjátok, hogy egy cég az úgy működik, hogyha gépesít, automatizál, akkor annak a költségét teljes egészében költségként leírhatja, tehát ami azt jelenti, hogy a nyereségét és ezáltal a nyereség adófizetési kötelezettségét a vállalkozásnak csökkenti, a cégnek csökkenti. És utána, amit az a gép termel, azután csak nyereségadót kell fizetni. Tehát csak nyereségadót, a nyereségadó az a legkevesebb adó gyakorlatilag, amit egy munkaadó fizet. Jó, hát mit tudom én, az ilyen önkormányzati adót
ugye nem véve figyelembe, ugye azt, hogy is hívják azt, amit az önkormányzatnak fizetünk. Iparűzési adók, köszönöm szépen, tehát azt nem figyelembe véve, az egy ilyen minimális adó. De az ilyen komolyabb adók közül ugye a nyereségadó a legalacsonyabb. Tehát annál jóval magasabb adók vannak, amit be kell fizetni. És nem tudom, tudjátok-e, hogy miután kell a legtöbb adót fizetni? A bérek után. Tehát a bérek után. Tehát egy vállalkozásnak sokkal olcsóbb, ha gépek termelnek, mint ha emberek termelnek. Tehát sokkal olcsóbb. Ezért középtávon már egy vállalkozásnak megéri a gépesítés és az embereknek az elküldése. Oké? Márpedig a vállalkozások azért vállalkozások, hogy nyereséget termeljenek elsősorban maguknak. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy ez elindult most itt a Covid, én ezt jósoltam előre, hogy ez el fog indulni, ez elindult a Covid időszakkal, és egyre kevesebb élő erőre lesz szükség, mert a gépek, amit csak lehet, helyettesíteni tudnak, és a cégeknek olcsóbb a gépek működtetése jóval, mint az élő erő működtetése. Ezt jól látott például a nagyobb bevásárló üzletekben, hogy egyre kevesebb a kassa, ami működik, és egyre több az automata fizetés, ahol te intézed a dolgokat, és a géppel intézed a fizetést, és a gép számolja, hogy mennyit kell fizetned. És te rakod rá a termékeket a gépre, és ott nincs egy ember, gyakorlatilag van egy ember, aki felügyeli azt, amit tudom én, 3, 4, 5 vagy akár 10 ugye automata kasszát. És például ugye a Tesco-ban, ami ugye egy elég nagy bolt mondjuk itt Újpalota mellett, ugye az a környék egyik legnagyobb ugye boltja, ilyen boltja, és ott általában egy rendes kassa működik, és az összes többi az automata. Tehát automata. Tehát ami azt jelenti, hogy nem csak itt fogod észlelni ennek a hatását, ugye az automatizmus hatását, hanem minden területen, mert mondom, ez így működik, hogy a cégek, vállalkozások, azok a nyereségért dolgoznak, és nem azért, hogy dolgoztassanak embereket. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy eleve kevesebb emberre lesz szükség a különböző munkaterületeken. Ugye megnézed például a mezőgazdaság a legjobb példa erre, hogy régen a mezőgazdaságban mennyien dolgoztak, most egy traktor gyakorlatilag hány ember munkáját, vagy egy kombány például, az meg még inkább egy kombány, hány ember, hány arató munkás munkáját tudja megcsinálni, gondold végig. És ez a fajta gépesítés, ez várható mindenütt, és ezáltal az élő erőre gyakorlatilag egyre kisebb és kisebb szükség lesz. Akkor ugye ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy öregszik a társadalom, egyre több az idős ember, és egyre kevesebb a fiatal ember. Tehát egyre kevesebb arányaiban, egyre kevesebb ember születik. És egyre hosszabb életűek a dolgozók. Illetve nem a dolgozók, hanem az állampolgárok. Tehát egyre hosszabb életűek. És az azt jelenti, hogy elindult, hát Franciaországban azért vannak nagy tüntetések, mert ugye elindult a nyugdíjkorhatár kitolása. De ez azt jelenti, hogy hiába tolják ki a nyugdíjkorhatárt, attól nem lesz több munkahely. Az azt jelenti, hogy annál több munkanélküli lesz. Világos ez? És ugye azt eredményezi tehát az a fajta ugye gépesítés, ami az élő erőt mellőzi, hogy egyre több olyan ember lesz, aki nem talál magának munkát. Tehát munkahelyen nem talál magának munkát. Ami azt fogja eredményezni, hogy,
hogyha nem talál magának munkát, akkor vagy nagyon alja munkát kell végeznie, valószínűleg elég alacsony bérért, vagy valamilyen forma segélyből kell élnie. Ezt a segélyrendszert már elkezdték kidolgozni ugye az EU-ban, illetve a nyugati társadalmakban, és ez a segélyrendszer lenne, ez a milyen bér? Alapjövedelem, igen, alapjövedelem. Tehát ugye ez mennyivel szebben hangzik, mint az, hogy segély? Gondold végig, az alapjövedelem mennyivel jobban hangzik, mint hogy segély, nem? És az alapjövedelem az azt jelenteni, hogy aki nem dolgozik, az kapna egy alapjövedelmet, ami most mondjuk egy magasabb segélyt jelent, de ha megnézzük, gyakorlatilag ezt meg tudják oldani, ezt az alapjövedelmet, mivel a pénznek nincs fedezete, tehát nincs aranyfedezete, ezáltal gyakorlatilag bármennyi pénzt nyomtathatnak, és ezáltal meg tudják azt csinálni, hogy kiadjanak pénzt. Ugyanis az infláció attól függ, hogy tehát nem az aranyfedezettől függ, mint régen, hogy mennyi pénzt nyomtattak ki, hanem attól függ, hogy mennyire bíznak abban a valutában az emberek. Tehát egy valutának az értéke mindig attól függ, hogy mennyi a bizalom ahhoz abban a pénzben. Minél nagyobb a bizalom abban a pénzben, annál kisebb annak a pénznek az elértéktelenedése. Minél kevésbé bíznak abban a pénzben az emberek, annál nagyobb a pénzromlás. Világos ez? Honnan tudom ezeket a dolgokat? Gazdasági szakember is vagyok, csak úgy mondanám, hiszen pénzintézetek vezetője voltam annak idején, sőt az egyik területen a legnagyobb pénzintézetet hoztam létre a nulláról, érted? A legnagyobbat hoztam létre a vezetésemmel, a legnagyobb lett az a pénzintézet, és azért szálltam ki belőle, mert ez nem tetszett az államnak, meg nem tetszett a konkurenciának. És akkor ugye ki kellett szállnom ebből a területből. Szóval a lényeg az, hogy ugye gazdasági szakemberként három piacvezetői pozíciót értünk el a vezetésemmel anno annak idején, abból kettőt még most sem tudtak lekörözni, tehát még mondhatjuk azt, hogy két területen, két pénzügyi területen még mindig piacvezetők vagyunk, úgyhogy nem csináljuk, képzeljétek el, az egyiket azt mondja 20, szó szerint 23 éve nem csináljuk és piacvezetők vagyunk, pedig azon a területen van működés, és a másikat nem csináljuk 17 óta, az hány év? 6 éve, és mégis piacvezetők vagyunk, úgyhogy elég kiemelkedő eredményt sikerült a pénzügyi területen elérni a vezetésemmel, tehát elég jól értek a gazdasági területhez, tehát ha úgy gondolod, hogy ezen a területen nem vagyok szakember, akkor nagy tévedésben élsz, jó? Tehát lényeg az, hogy ugye eléggé tisztában vagyok a demográfiával, tehát a népességnek az alakulásával, hiszen olyan területtel is foglalkoztam, és tudom, hogy mi várható, ez nem jóslatok, ez egyszerűen számítás, a számok meg nem hazudnak. Szóval lényeg az, hogy egy olyan helyzetben van, de ez nem csak Magyarország, hanem az egész nyugati világ érvényes, amit most elmondtam, ez az automatizáció, ez az alapjövedelem kérdés. Tehát az alapjövedelmet azért akarnák bevezetni, ugye, hogy ne segélyként nevezzék el majd a munkanélkülieknek, hanem alapjövedelemnek, és illetve kiegészítenék egy olyan fajta működéssel. Tehát ezek vannak itt a tervezetekben, itt az EU-ban, meg Amerikában. Ugye mi nagyon össze vagyunk kötve az USA-val, mármint úgy értve, hogy az EU, és ezért általában az van, ami az USA-ban van, akkor annak itt is lennie kell, vagy ami itt van, akkor annak ott is lennie kell. Szóval lényeg az, hogy ez az alapjövedelem azt is jelenteni, hogy aki például el van adósodva, és nem nagyon tudja majd fizetni a jövedelmét, tehát az adósságát,
az ugye a következőt csinálja, hogy kap egy alapjövedelmet, de ezért le kell mondania az ingatlanáról, és bérleményként fogja igénybe venni ezt, magát az ingatlant, tudod? Ha egyáltalán ugye fogja tudni akkor is fizetni. Tehát valószínűleg úgy lesz ez kikalkulálva, hogy azért valamilyen szinten tudja majd fizetni azt a lakást, amit ő meg akart venni, vagy azt a házat, amit meg akart venni, de nem tudja fizetni, mert nincs elég jövedelme, vagy nincs jövedelme, ezért ugye az alapjövedelemből ugye bérelni tudja majd max. És ez minden így lesz az autóval kapcsolatban, hogyha valaki autót hitelre vesz, és esetleg nem tudja majd kifizetni az autót, akkor vagy elviszik az autót, hát vagy akinek alapjövedelme lesz, annak fedezetének kell lenni, tehát a fedezet pedig az ingatlanja lesz. Az azt jelenti, hogy akkor kap majd alapjövedelmet valaki a tervezetek szerint, például, hogyha az ingatlanját odaadja. Nem tudom, ez elég világos voltam-e. Tehát elég érdekes világ néz ki azok számára, akik ugye úgy gondolkodnak, mint ahogy most a legtöbb ember gondolkodik, hogy alkalmazottként. Nézegettem a hozzászólásokat, és akkor azt írta valaki, hogyha nem lennének alkalmazottak, akkor te nem tudnál kenyeret venni. Na most csak úgy mondanám, hogy régen nem voltak alkalmazottak, mégis volt kenyér. Csak ugye a gyengébbek kedvéért mondom. Ugyanis a vállalkozók termelik meg a kenyeret, csak alkalmazottak működtetik. Ha nem, mit tudom, nagy, hatalmas, gigantikus pékségek lennének, hanem sok kis pékség, ugyanúgy meg tudná, a magánpékségek, ugyanúgy meg tudnád venni a kenyeret. Csak mondom a gyengébbek kedvéért, mert ez régen így működött. Tehát gyakorlatilag ezek a gigantikus vállalatok, gigantikus cégek, gigantikus kereskedelmi egységek, ezek nem voltak régen. Mit jelent az a régen? Háború előtt. Nem voltak ilyenek. Az emberek mégsem haltak éhen, és mégis minden meg lett termelve. Ugyanúgy. Világos ez? Persze volt, a lakosság 20%-a akkor is alkalmazott volt, de nem a 80 vagy a 80 fölötti százalék. Érted? Most a lakosság több mint 80% az alkalmazott. Ami azt jelenti, hogy persze gond van, mert ugye mi lesz az alkalmazottakkal? De az alkalmazottak csinálhatnának majd a jövőben olyat, mint ami múltban volt, hogy csinálnak saját vállalkozást. Érted? És a saját vállalkozásban legalább annyi pénzt keresnének, hogy el tudnák magukat tartani. Igen, tudom, hogy az emberek már nem szeretnek úgy dolgozni, mint régen. Főleg nem szeretik a fizikai munkát végezni. Hát megnézed, manapság, akik elmennek diákok tanulni, szakmát tanulni, jellemzően olyan szakmát tanulnak, ami nem fizikai munkához kapcsolódik. Volt egy olyan riport, amit néztem, illetve hallgattam a rádióban, hogy mennyire elégedetlenek az építőiparban azok a tulajdonosok, akik vettek lakást, vagy építettek neki, tehát új lakást vettek, tehát vadi új lakást, vagy építettek mondjuk házat. És hogy mennyire elégedetlenek a tulajdonosok, hogy még 3-4-5-6 év múlva is még javítgatják a tulajdonukat, mert kontárok csinálják a lakásokat. Hiába mondjuk, mit tudom én, ért magához az egészhez mondjuk a cég tulajdonos, aki mondjuk csináltatja mondjuk a házat, ha az emberek, az alkalmazottak, akikkel dolgoztatnak, azok nem értenek hozzá, érted? Most is van egy olyan ismerősöm, érted, aki beköltözött egy vadi új házba, és nincs fűtése télen, érted? Nincs fűtés. Durva, nem? Durva, hogy nincs fűtés. A vadi új házban. Tehát úgy ház, hogy lakások vannak benne, és a lakóknak nincs télen fűtésük. Vadi új. Mert elszúrták a kivitelezők, érted? És most úgy néz ki, hogy perre mennek. De ez rengeteg, tehát a műsorban rengeteg ilyen példa volt, ahol a tulajdonosok
azok nem elégedettek a szakemberek munkájával. Miért? Mert nincsenek szakemberek. Tehát ugye a szakemberek szépen lassan kikoptak, mondhatjuk azt, hogy az én generációmmal szépen lassan kikopik, és a fiatalok meg nem akarnak fizikai munkát nagyon végezni. Persze kivételek vannak, oké? De az meg édes kevés. Tehát ahhoz a lakosság méretéhez képest nagyon kevés a szakember, ami ugye van. Ugye a szakemberek egy része kiment Magyarországról, és ez nem csak nálunk van ez a probléma, hanem egy csomó másik országban is. Hát most gondold végig, mit tudom én, most behozták nyugatra a bevándorlókat, erre mit csináltak az ott élők? Kivándoroltak. Érted? Ezt csinálták. Mert a fehér ember az nem akar bevándorlók között élni. Érted? Nem akar. A fehér ember az fehér emberek között akar élni, és nem bevándorlók között. És ugye mit csináltak nyugaton? Tömegesen a fehérek kivándoroltak össze-vissza a világban, szanaszét. Oké? Jó, sokan úgy vándoroltak ki, hogy már idősként, tehát nyugdíjasként. És akkor fizeti neki a nyugdíját a nyugati állam, érted? Időnként ezért hazamegy a nyugdíjáért. De lényeg az, ha mennyit haza kell menni, mert vannak olyan országok, hogy bizonyos napszámot el kell ott tölteni, hogy megkapják a nyugdíjat, akkor annyi napot otthon tölt a volt hazájában, egyébként meg nem ott él, mert nem akar bevándorlók között élni. Érted? Tehát lényeg az, hogy itt ebben az egész világunkban elég nagy gáz. Na most ha megnézed, a bevándorlók, azok meg a segélyt akarják inkább, mert a segély is jóval magasabb nekik, mint otthon a jövedelem. És nem dolgozni akarnak. Tehát milyen bevándorlókról beszélek? Ugye a déli bevándorlókról beszélek természetesen. Tehát azok ugye mit akarnak a déli bevándorlók? Nem dolgozni, ugye Európán kívüli bevándorlók, nem dolgozni akarnak, hanem segélyt akarnak. Szóval egy érdekes világban élünk itt Európában. Hát én a legtöbb ember számára nem sok jót jósolok itt a boldogulással kapcsolatban, ha csak nem változtatnak az emberek. És ugye az is érdekes dolog, hogy mennyire használják az emberek az agyukat. Tehát mennyire használják az agyukat. Ugye mi magyarok az elég szépen használtuk az agyunkat az elmúlt 1000 évben, ezt bebizonyítottuk, de mintha mostanában a magyarok sem nagyon használnak az agyukat, legalábbis azoknak jó része, pedig hát ugye van nekünk, van bőven, és lehetne használni, csak ahhoz kellene egy jövőkép. Tehát egy olyan jövőkép, amiért érdemes lenne használni az embernek az agyát. És az a baj, hogy a legtöbb ember az nem a jövőnek él, hanem a mának. Tehát máról hónapra, szó szerint. És majd lesz valahogy. Tehát amikor az ember úgy éli az életét, hogy máról hónapra és majd lesz valahogy, akkor ne csodálkozzon, hogy nem boldogul. Tehát boldogulni úgy lehet, hogyha van jövőképünk. És milyen jövőkép? Tehát az emberek azt gondolják, hogy a jövőképet a hatalomban lévő vezetők alakítják. De úgy csak megkérdezném tőled, hogy ha megnézed a politikai vezetőket, azok jönnek-mennek. Jó, itt van, mit tudom én, a mi kormányfőnk, az már egy jó ideje itt van, de alapvetően megnézed, ő az egyetlen, aki egy jó ideje kormányon van. Gyakorlatilag az összes többi Európában meg Amerikában nincs jó ideje kormányon. Jó, oroszoknál Putyin már megint csak egy jó ideje kormányon van, de ők a kivételek, érted? Orbán meg Putyin. Az összes többi az jön, megy, ma van, hónap nincs, érted? Jön egy következő választás, és már nem ő van hatalmon. Tehát ami azt jelenti, hogy hogy számíthatsz? Vagy hogy számíthat bárki, hogy majd egy jövőt egy ember létrehoz, aki a kormányon ül, ha annak nem stabil a helye, és nem 50 évet ül a kormányon, érted? Ez nem úgy van, mint régen. A szocializmusban, minden szocialista országban, ha végignézed,
mit tudom, 20-30-40 akár 50 évet ott ült a hatalmon ugyanaz az ember, és akkor lehetett tudni azt, hogy arra, annál az embernél mire lehet számítani. De most hogy számíthatsz egy olyan emberre, aki 4 évig van, utána 4 évig más van, utána megint 4 évig más van, de ha 8 évig van ugyanaz, akkor mi van? Érted? Tehát az emberek ilyen, olyan, mintha ilyen álomvilágban élnek, és nem látják a realitásokat. Ha megnézitek, a hatalomban lévő emberekre nem lehet számítani, mert jönnek, mennek. Tehát azok nem tudják nektek megoldani a jövőtöket. Mert ma vannak, hónap nincsenek. Egy következő választáskor már lehet, hogy nem ők vannak. Érted? Hát most gondold végig, nekik az a legfontosabb mindig, hogy megválasszák őket. Nem az, hogy meg is valósítsák az ígéreteiket, hanem az, hogy megválasszák őket. Tehát ha megnézed, akár itt a saját országodban, ugye azért mondom, hogy mert nem csak magyarok, Magyarországon élők hallgatnak engem, hanem ugye olyan magyarok is, akik nem Magyarországon élnek. Hogy gondold végig, hogy azokból a választási ígéretekből, amiért bárhol választottál, szavaztál, abból mi valósult meg? Csak gondold végig. Hány dolog volt, ami megvalósult? Bármelyik, nem a mostani vezető esetében, vagy bármelyik vezető esetében. Mi valósult meg? Hány százaléka annak, amit ígért? 10? Hát jó esetben nem, de szerintem még annyi se. Na és akkor mi van a 90%? De ez nem csak itt Magyarországon, bárhol a világon, érted? Ahol választási demokrácia van. Hol lehetett azt mondani, hogy megvalósult, mit tudom én, mondjuk a 80% vagy a fele, amit ígért? Sehol. Sehol. Na most onnantól kezdve gondolkozz már, mire számíthatsz velük kapcsolatban, ha nem találsz egyetlen példát Európába, Amerikába, hogy a választási ígéreteket megtartották volna, akkor miért gondolod azt, hogy neked az életedet ők fogják jobbá tenni? Tudod, ki tudja jobbá tenni a te életedet? Te saját magad, akkor ha gondolkozol. Senki más. Senki más. De ahogy leszoktatok a gondolkodásról, ismét meg kellene tanulni gondolkodni. Ennek feltételei vannak, hogy képes legyen egy ember gondolkodni. Azt gondolják az emberek, hogy gondolkodnak. Sőt, mikor így elgondolkodik az ember, tudod, még így alátámasztja az állát is, és tényleg úgy néz, mint a töprengene, tudod, de az csak egy látszat. Tehát a gondolkodásnak technológiája van. Szó szerint technológiája van, amivel ezzel a módszerekkel a legtöbb ember nem rendelkezik. És nem is nagyon tanítják az embereknek, hogy hogyan tanulj meg gondolkodni. Nem, az valahogy, mintha máshonnan kimaradt volna. Képzeljétek, az én oktatásomból is kimaradt, pedig én elég sok képzésem részt vettem a múltban az életemben, és nem oktattak arra, hogy hogyan gondolkodjon az ember. Az vagy kimaradt. Tehát hogyan váljon olyanná, aki képes bármilyen helyzetben gondolkodni. Nem tanítottak. Pedig elég fontos lenne. Tehát a gondolkodás, ugye mondok ebből egy részletet, majd azt csinálsz fel, amit akarsz, kis képzés, de csak egy mondatnyi, az mérlegelés. A gondolkodás az azt jelenti, hogy mérlegelés. Hogy az adott személy adott helyzetben képes mérlegelni. Te látsz olyan embert a környezetedben, akik mérlegelnek? Találkozol olyannal? Hát te sem mérlegelsz. Ugyanúgy nem mérlegelnek a környezetedben. Tehát minden cselekvés előtt, nem ilyen automatikus cselekvés előtt, ami valamilyen szinten meghatározó az életedben. Kellene mérlegelni minden döntés előtt, ami egy kicsit meghatározza az életed, a hátralévő életed, vagy a hátralévő életed következő részét, mérlegelni kellene. Hol csinálják ezeket? Azt sem tudják, mi az, hogy mérlegelés. Annak is konkrét technológiája van, hogy mi az, hogy mérlegelés. Oké?
Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol elérték, hogy az emberek ne tudjanak gondolkodni, meg kellene tanulni ismét gondolkodni mindenkinek. Az iskolában nem tanították meg az embereket gondolkodni. Tudod, mire tanítottak az iskolában? Magolni. Tehát, hogy be tudj tanulni dolgokat, és azt vissza tud mondani. Erre tanítottak. Semmi másra. Tehát az ég adta világon semmi másra. Hogy megtanulj dolgokat, és utána azt vissza tud mondani. Az, hogy érted, vagy nem érted, lényegtelen. Hogy fogod-e használni azt a tudást, vagy soha életben, soha többet, csak ott felelésnél vagy dolgozatnál fogod használni, az most ebből a szempontból nem számított, mert nem ez volt a lényeg, hogy használni fogod, hanem azt, hogy mondjuk a dolgozatban vissza tud mondani, vagy a feleléskor vissza tud mondani, érted? Illetve a dolgozatban írni. Világos ez? Ez volt a fontos. Az, hogy utána tudod-e használni valamire azt a tudást, az nem számított. Oké? Tehát egy, gondold végig, tehát egy olyan világ elé nézünk most, hogy azok fognak boldogulni, akik tudnak gondolkodni. Hát gondold végig, most mondok példát, már az előző három év is így működik. 2020 év elejétől, márciustól így működik a világ, hogy azok jobban jártak sokkal, akik tudtak gondolkodni. Mire gondolok? Hát most gondold végig, azt is végig kellett gondolni, hogy beoltassam magam, vagy ne oltassam be magam. Mindenkinek végig kellett gondolni. És a lakosság többsége úgy gondolta, hogy beoltatta magát, illetve beoltatja magát, és annak most elég sok emberre nézve elég súlyos következményei vannak. Éppen nemrég beszéltünk, a nejem a két ünnep közt, tehát decemberben a két ünnep közt beszélt egy nagynénjével, tehát a nagybátyának a feleségével. És azt mondta, hogy ez a nagynéni, hogy mindenki hülye, ő is, mert háromszor beoltatta magát, mindenki hülye, aki beoltatta magát, mert azóta beteges, mióta beoltatta magát, de az is hülye, aki fogyózik, mert ő most 20 kilót fogyott. Ez volt két ünnep közt, február 3-ában meghalt. Oké? Maradjunk ennyibe. Jó, és ez nem ő az egyetlen ilyen. Oké? Tehát, mondom, ezt a két dolgot mondta a nejemnek. Hallottam egyébként ezt a beszélgetést, mert ott voltam. És gondold végig, hogy az egy gondolkodás volt, hogy beoltassa az ember magát, vagy nem. Az emberek nem mérlegeltek, hanem annak alapján döntötték el, amit az érzelmeik diktáltak. Érted? És az érzelmeiket meg befolyásolta a média. Meg valamilyen szinten a környezet természetesen. Miért? Mert például azt mondták neki, hogy akkor dolgozhatsz, hogyha beoltatod magadat. Itt ezen a munkahelyen. Érted? De hát senki nem gondolta végig, hogy fogalma nincs arról, hogy mit adnak be neki. Hát hogy beveszel egy gyógyszert, utána tudsz nézni annak. Ezt akkor is elmondtam. Csak akkor nem lehetett erről beszélni. Beveszel egy gyógyszert, és le kellett vennem ezeket a YouTube videókat, amiben ilyenekről beszélek. Tehát le kellett venni, mert le akarták tiltani az egész oldalamat. És lényeg az, hogy beveszel egy gyógyszert, megnézheted, hogy mit tartalmaz, érted? De ennél nem tudták az emberek, hogy mit tartalmaz. Ezt mondom, akkor is elmondták. És hogy lehet az, hogy úgy beadatnak valamit, senki nem mérlegelt, aki beoltotta magát, úgy beadatnak vele valami, vagy neki valamit, hogy nincs felelősség. Hogy te vagy a felelősség, azon van a felelősség, aki aláírta és beadatta az oltást, érte? Ilyen papírt, és simán fogták az ilyen papírokat, aláírták az emberek. Tömegesen. Hát milyen mérlegelés, milyen gondolkodás, hol volt a gondolkodás, érted? Hol járt a gondolkodás az adott illetőnek?
Nehogy ma azt mondta, hogy bárki, aki beoltotta magát, az tud gondolkodni. Az nem tud gondolkodni. Bebizonyította, hogy nem tud gondolkodni. Ez van. Mert a gondolkodás az mérlegelés, érted? Tehát nem jött arra rá senki, hogy az az influenzának egy fajtája. Erről is beszéltem, csak ezt is le kellett tiltani, érted? Vagyis le kellett törölni, mert fenyegettek, hogyha nem törlöm le, akkor kész, annyi. Érted? Mármint úgy ért, hogy a YouTube fenyegetett ezzel természetesen. Akkor törlik az oldalamat is. És ezért ugye az összes ilyen típusú videómat, azt mind törölni kellett, egy teljes év videóját törölni kellett a YouTube-ról, hogy ne töröljék az oldalamat. Érted? Tehát, és ilyen részletesen beszéltem akkor ilyen dolgokról. Hogy ne csinál, ne csinál. Próbáltam ugye ellenpólust csinálni. Hát előtte se oltattad be magad a különböző influenzás tünetekkel szemben, érted? Mégis túlélted. És ugyanez volt a Covid, az semmi. Kitalálták az, mert baromi jó hangzott, hogy jobban félj tőle. Egyébként az influenzának egy alfaja. Érted? Ennyi. Semmi más. Ezt akkor is elmondtam. Gyakorlatilag most a WHO elki, olvastál ilyen cikket? Hogy a WHO kijelentette, hogy már nincs Covid. Kész. Ennyi. Nem baj, akkor sincs már ilyen, mert a WHO azt mondta, hogy már nincs ilyen. Kész. Kész. Már nincs. Nincs. Érted? Jó? Tehát mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azt akarom neked bizonyítani, hogy te azt gondolod, hogy te gondolkodsz, de nem gondolkodsz, az ember úgy működik, hogy vannak az emberre érzelmi ráhatások, van egy saját érzelme, és az érzelmi ráhatások tükröződése az, amit tesz. Ezt jó lenne leírni. Tehát még egyszer. Van egy külső érzelmi ráhatás, és az egyén az érzelmi ráhatásának tükröződése, kivetülése. Érted? Tehát amilyen érzelmi ráhatások vannak az egyénre, azt mutatja kifele. Világos ez? Tehát az egyén így működik. De hát te tudsz gondolkodni, nem kéne így működni, az állat működik így, bocs, de ténylegesen. Tehát az állat pont úgy működik, hogy amilyen külső érzelmi hatások, amik éri az állatot, arra van egy kifelé tükröződés. Ugyanezt csinálják az emberek. Tehát ami éri őket, kifelé, az tükrözik kifele. Érted? Hát de mi emberek vagyunk, könyörgöm. Az embernek az lenne a dolga, hogy mérlegeljen. A mérlegelést Benjamin Franklin dolgozta ki, hogy hogy kell mérlegelni. Érted? Az egy amerikai nagyon okos ember, elismerten nagyon okos, értelmes ember volt. Érted? Benjamin Franklin. Biztos hallottál már róla. Tehát ha az ember azt gondolja, hogy mit tudom, hozok egy döntést, ha nincs mérlegelés mögötte, ott nem volt gondolkodás. Világos ez? És nem az a célja az emberek vezetőinek, érted? A tömegek vezetőinek, az idézőjelbe tett vezetőinek, nem az a célja, hogy te minél hosszabban élj. Miért? Mert minél hosszabban élsz, annál több pénzbe kerülsz. Oké? Okay? És az a lényeg, hogy minél hamarabb az emberek elpatkoljanak, hogy minél kevesebb gondjuk legyen az emberekkel. Nem vicc, ez komoly. Érted? Tehát figyelj, te a hatalomnak nem vagy a gyereke, a lánya, a fia, a unokája, a dédunokája, a ükunokája, a szülője se vagy. Nem? És onnantól kezdve a hatalomnak te egy vad, idegen ember vagy. Az azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy mi történik veled, az a lényeg, hogy minél kevesebb gond legyen veled.
akkor van a legkevesebb gond veled, ha nem élsz. Világos ez? Gondolkozz! Ez így van! Pont! Érted? Tehát ahhoz hozzásegítenek, hogy minél rövidebb időt élj. Bocs, de így van! Nem igaz ez? Akkor mi a szarnak, bocs, raknak az élelmiszerekben, miért engednek vegyszereket berakni az élelmiszerekben? Miért engedik azt, hogy a gyógyszerek vegyszer alapon készüljenek? Miért nem természetes anyagból csinálják, mint régen? Hát ha avval törődnének, hogy te minél hosszabb ideig éljél, akkor nem mérgeznének, érted? Gondolkozz már! Nekik az az érdekük, hogy veled minél hamarabb le tudjanak, és ne legyen gondod. Gond veled. Érted? Semmilyen szinten. Ez van. Ha tetszik, ha nem. Mindenkire. Kivétel azok, akik ott vannak a hatalomban. Hát az is ki van dolgozva, hogy mennyi emberre lenne szükség, hogy a hatalmat kiszolgálják. 500 millió emberre. Susz! Nem vicc. Komoly. Ennyire lenne szükség az egész világban, hogy legyen a hatalom szolgálva. Érted? A többi meg minek? Azt mondják ők. Érted? Ez nem összeesküvés elmélet, ez tény. Ez még föl is írták egy ilyen nagy bazi oszlopra is, amit nemrég lebontottak. Mert ugye mindig az emberek arra hivatkoztak. Arra az oszlopra az USA-ban. Érted? És akkor múltkor ledózerolták valami hatalmas traktorokkal. Érted? Tehát gondold végig. Tehát én azt szeretném, hogy gondolkozz. Gondolkozz. De az, hogy az ember gondolkozzon, mi a legfontosabb dolog? Ha nem tudsz gondolkodni, ha nincs a kezedben, nincs a fejedben tudás. Érted? Hogy mérlegelsz tudás nélkül? Hogy? Sehogy. Hát a tudatlan ember nem tud mérlegelni. Mert nem tudja azt, hogy mihez képes kell mérlegelni, érted? Nem tudja azt, hogy mi van akkor, ha ez van, mi van akkor, ha az van, mi van akkor, ha amaz van. Mert a mérlegelés azt jelenti, mi van akkor, ha? Mi van akkor, ha ez van, mi van akkor, ha amaz van. Érted? Ez a mérlegelés. Tudás nélkül hogy mérlegelsz? Tehát nekünk van egy emberiség megmentő szerepünk, ha tetszik, ha nem, így van. Ezt kiadták nekünk feladatként. Először azt mondták, hogy nekem kell ezt elindítani, utána azt mondták, hogy nekünk kell ezt megcsinálni. Nem a hatalom mondta, hanem az égi hatalom mondta. Világos ez? Az az emberiség megmentése, hogy fejlődj. Fejlődj a tudatosságod, fokozatos, nem tud ugrásszerűen fejlődni a tudatosságod. Az ember tudatossága jelen állapotunkban, emberi mi voltunkban fokozatosan tud fejlődni. Majd ha nem ember leszel, hanem egy felsőbbrendű lény, akkor ugrásszerűen tud nőni a tudásod. Most nem tud. Az azt jelenti, hogy fokozatosan tud nőni a tudásod. És én ezt látom, hiszen elhangzott, hogy piacvezetők vagyunk a személyiség terén. Látom azt, hogy fokozatosan javulnak az emberek, akik itt tanulnak. És szemmel láthatóan látszik ez a javulás, ez a fejlődés, érted? Szó szerint. És azt látni, hogy egyre könnyebben boldogulnak, ezeken a területeken mutatom. Érted? A tudás hatására. Mert ha az emberiség nem fejlődik, akkor miért létezik? Minek létezik ez az emberiség? Nem miért? Minek létezik? Tehát gondold végig, ami most elindult 3 éve, és ha ez folytatódik, már pedig ugye úgy néz ki, akkor mivé válik az emberiség?
Mivé? Miért kell léteznie? Minek létezik akkor, ha így működik tovább? Minek? Mi a célja az emberiségnek? Az, hogy egyre hülyébb legyünk, hülyébbek legyünk, és egyre szolgábbak legyünk? Ez a célja? Ugye nem gondolod komolyan, hogy ez a célja? Hogy totál elhűljünk, lassan állati szintre hűljünk. Érted? És akkor dolgozzunk, mint szolgák. Vagy mint rabszolgák. Érted? Ez az emberiség célja? Hát ha valaki azt mondja, hogy ez az emberiség célja, szembe köpöm. Szó szerint. Szó szerint. Az emberiségnek nem. Én tudom, mi az emberiség célja. Az emberiség célja az, hogy visszakerüljönnek az emberek oda, honnan jöttek. Érted? Ez az emberiség célja, hogy minden ember visszakerülhessen oda, honnan jött. Honnan jöttünk? Egy felsőbbrendű létformából. Minden egyes ember egy felsőbbrendű létformából jött. Senki, tehát a mai emberiségből senki nem ide a bolygóra jött létre, mint lélek. Senki. Minek volt előző élete? Egy kérdés van, hogy hol? Hol volt az előző életed? Mármint úgy értve, hogy a Földön, vagy netán, te nem is a Földön. És ugye miért jöttünk le? Azért, mert ebben a rövid intervallumban minél több problémát megélj. A problémákból tanulunk, ébresztő! Nem az eredményekből tanulunk, nem abból tanulsz, hogyha minden happy. A problémákból tudunk tanulni. Miért? Mert a probléma késztet gondolkodásra. Érted? A szép eredmények, mikor minden frankó, milyen gondolkodásra késztet? Nulla, semmire. Ha van egy probléma, hogy megold, igen, el kell kezdeni gondolkodni. És nézd meg, most az egész emberiség ebben a három évben így nyakon lett öntve problémával. Úgy, ahogy van. Puff, minden ország. Direkt tanulmányoztam, amikor a Covid időszak volt, hogy hol vannak Covid intézkedések. És talán az egész bolygón három vagy négy ország volt, ahol nem volt. Abból a 200 valamennyiből. Érted? Ami azt jelenti, hogy az egész emberiséget nyakon öntötték. Akkor most itt van ez a háború kérdés. Ez is egy nyakonöntés. Miért? Miért kellett eljutni oda, hogy maga egy háború itt bármilyen gazdasági problémát idézzen elő? Miért? Ez gerjesztett, hát ébredj már! Gerjesztve van! Tehát simán úgy mehetett volna ott a szomszédba a háború, hogy semmilyen gazdasági probléma ebből nem lett volna. Itt, Európában. Érted? Hát volt itt már más háború is, és érintett minket. Ha volt jugoszláv háború, érintett minket? Gazdaságilag? Nem. Semmi életszínvonal módosulás attól nem volt, hogy itt háborúztak hozzánk sokkal közelebb. Érted? Akkor miért kellett ezt csinálni? Nagyon egyszerű. Azért, amire elmondtam, hogy a sok probléma miatt az emberek hangulata romlik, addig, míg földobják a talpukat, addig romlik. Ennyi. És ha földobja egy ember talpát, onnantól kezdve nincs vele gond. Világos ez? Tehát egy érdekes világban élünk, gondolkozz el rajta. Itt ezeket a dolgokat, amik vannak, tehát ezek a területekre, ha jönnek, kapsz problémát, itt van tudás, hogy megold. Bármelyik területre. Bármelyikre. Érted? Ha az ember nem küzdködik problémával, mert simán, tehát ugye két dolog van. A probléma az vagy probléma, vagy feladat.
Ha van tudásod, akkor feladat, ha nincs tudásod, akkor probléma. A feladat azt felemel, a probléma az lehúz. Oké? A feladat az egy kihívás, az felemel, a probléma lehúz. És minél tudatlanabb az ember, és minél több problémája van, annál rosszabb és rosszabb helyzetbe kerül érzelmileg, és addig-addig megy lefele érzelmileg, míg eljut a halálhoz. Nem vicc. És ha egy ember tud, akkor jöhet akármilyen helyzet, fogja és megoldja. Érted? Tehát olyanná kell válni ebben a világban, hogy szó szerint akár a jéghátán megél. Érted? Hát legyen annyi tudásod, hogy bármilyen helyzetben boldogulj. De ugye mi a boldogulás? Hol van? Ja, ezelőtt. Tehát azért tanítjuk az embereket, mert nekem ez egy küldetésem, nem csak nekem, hanem a többieknek is, akik ebben ezzel aktívan foglalkoznak. Hogy legyen egy sokkal jobb világunk, ne egy olyan, ami felé haladunk, érted? Tehát a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ennyi. És ezt látjátok. A jó emberek most ezt csinálják. Várják, hogy valaki megmentse őket. Na, mi vagyunk a megmentők. De mivel tudjuk megmenteni őket? Tudással. Érted? Van egy mondás, amit 30 évvel ezelőtt hallottam, érted? Az, hogy egy éhezőnek nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani halászni. Érted? Miért? Mert ha halat adsz neki, akkor egyszer jól lakik. Ha megtanítod halászni, akkor örökké jól lakik. Érted? Amíg él. Ez a különbség. Mi nem halat adunk az embereknek, nem segélyezzük őket. Tudod, mivel segélyezzük őket? Tudással. Az a segély. A tudás. Tudást adunk az embereknek azért, hogy boldogulhassanak. Érted? És azért, hogyha boldogulnak, akkor együtt fognak működni. Érted? És az együttműködés az, ami meg kell tanulni, a feltétel nélküli együttműködést az emberek közt. Ezt meg kell tanulni. De ez boldogulás nélkül nem megy. Mikor az emberek nem boldogulnak egymással, vagy nem boldogulnak az életükben, akkor nagyon nehéz az együttműködés. Miért? Mert nagyon rossz hangulatúak. De ugye ne jussunk el oda, ami volt az első és második világháború után, de főleg a második világháború után, mert ugye az első világháború Magyarországot nem érintette, csak abból a szempontból, hogy szétdarabolták. Tehát mint háborús cselekmény nem érintette Magyarországot az első világháború. Tudtad? Tehát Magyarországon harci, ellenséges harci cselekmények nem voltak, akkor lettek, amikor a magyarok letették a fegyvert, és akkor bejöttek a csehek, meg a románok. És akkor volt, de akkor sem volt ellenséges, mert akkor simán nem volt hadsereg, amivel védekezünk. Érted? Tehát Magyarország, tehát ezért a második világháború ebbe a példa, hogy lebombázták a városokat, és akkor utána fogta, és elérték az összefogást a lebombázással, hogy együtt próbálták felújítani az országot. Érted? És pár év alatt meg is csinálták. Nem akarunk egy ilyen összefogást, érted? Na, ahhoz le kell bombázni az országot. Tehát egy normális, tudatos összefogás kéne. És nem egy olyan összefogás, ahol azért fognak össze, mert senkinek nincs hol lakni, érted? Mert tönkretették a házakat. Tehát az összefogás arra vonatkozna, hogy igenis, legyen egy jobb világunk. Egy olyan világunk, egy olyan élhető világ, ahol nem lesz elnyomás, érted? Nincs elnyomás, mert az emberek tudatosak. Hát ezért vagyunk itt, ezért jöttél le ide, mint egyén. A lelked természetesen. A tested az csak egy eszköz.
a lelked, azért, hogy minél többet fejlődjön. De azt értsd meg, hogy neked van egy eredendő tudásod, ami el lett mentve, ami több millió, vagy több tízmillió, vagy több százmillió, vagy több milliárd éves tudás. Attól függ, hogy milyen öreg lélek vagy. És ezt a tudást, ha visszakerülsz a felső létformában, mind visszakapod ahhoz, ami az utolsó életi tudásod. Érted? Csak hogy tisztában legyél ezzel a kérdéssel. Nem kell ezt elhinni nekem. Felőlem te azt hiszel, amit akarsz. Én tudom, hogy ez így van, és kész. Ez nekem bőven elég. Oké? Tehát mert ugye azért mondtam ezt el, mert felvetődhet bárkiben, de hát mit ér az ember egy akkora tudással, amit ebben az életben gyűjt? És mi van az előző életek tudásával? Ez mind el van mentve. Fent nem az a technológia van, mint amit lenn. Oké? Hanem összehasonlíthatatlan a kettő. Oké? A fentiek technológiája. Jó, szóval lényeg, hogy keresünk olyan embereket, akik szeretnének fejlődni, és szeretnének teljesíteni. Szeretnék teljesíteni a küldetésüket, és szeretnének egy jobb világot létrehozni. És ezt együtt tudjuk megcsinálni. És ha ezt úgy gondolod, hogy te ilyen ember vagy, akkor várunk szeretettel, ha úgy gondolod, hogy nem, akkor meg örültünk neked. Ennyi. Jó? Visszadom a szót házigazdánknak, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikusan ébresztő és informatív előadást. Hát szerintem, aki eddig ezekben nem hitt, hogy eddig ilyeneket nem hallott, vagy eddig még azt mondta, hogy hát ilyen biztos, hogy nem létezik, az most biztos, hogy fölnyitotta a szemét és fölfigyelt rá. Nekem életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a Nyílt Akadémián tanulni, és most már visszatekintve több mint 5 éve tanulok itt párommal együtt. És hát visszatekintve erre az 5 évre, most már el tudom mondani, hogy mi az, amit megtapasztaltam, mi az, amit először elhittem, körbenéztem, előadásokat meghallgattam, és elhittem azoknak az embereknek, akik ezt már megélték és megtapasztalták, hogy itt mit ad nekünk a Nyílt Akadémia Szedlacsik Miklós képzése. Viszont most így 5 év táblatában, több mint 5 év táblatában most már nem csak hiszem, hanem megtapasztaltam, ezért már meggyőződésemmé vált az, hogy amit itt kapunk, az sokan azt szokták mondani, hogy túl szép, hogy ideg az igaz legyen. Hát ezt mondom mindenkinek, hogy ez valójában igaz, és van annyira jó, és nem szép, van annyira jó, hogy igaz legyen, és működik. Pár gondolat erről, amit bevezettem, hogy mi az, amit először elhittem, mi az, amit hallottam, és most megtapasztaltam. Egyik az, hogy említett a mesterünk, mennyire fontos a jó hangulatunk ebben a mai világban, nem nagyon tesznek rá arról, hogy nekünk jobb legyen, hanem inkább az ellenkezőt szeretnék elérni bizonyos embercsoportok. Itt a Nyílt Akadémiánál, ha még nem találtál olyan helyet, és keresel olyan helyet, ahol meg tudod azt tenni, hogy olyan hangulatba kerüljél, és olyan emberek közé kerüljé, akik valójában jól érzik magukat, és ezáltal te is jól érzed magad a bőrödbe, akkor ez egy olyan hely. Én ezt megtapasztaltam. Párommal, mint előzőleg említettem, 2001 óta keresünk, és nem találtunk olyat, ahol valódi pozitív gondolkodású, és nem csak gondolkodású, hanem cselekvő közösség van. Ezt itt megtapasztaltuk. A másik, amit megtapasztaltunk, az, hogy olyan tudást kapunk Szedlacsik Miklós mesterünktől, amit, hogyha beépítünk az életünkbe,
és azt használjuk, tehát nem csak meghallgatjuk, hanem használjuk mindennapjainkba, az említett, előbb említett 10 életterületre vonatkoztatva is, akkor elérhetjük azt, hogy olyan mértékben megtapasztaljuk azt, hogy szépen, fokozatosan elkezdünk a szabadságunk felé menetelni, lépkedni, szépen a lépcsőn felfele haladni, amit eddig sehol máshol nem tapasztaltam meg. És ezáltal a tudást, ha használom, és ha te is ilyen helyet keresel, akkor itt a helyed, nyilván, ha nem, akkor nem, és ha ezt a tudást használjuk és megéljük minden napjainkba, akkor nem csak az, hogy egyszerűen szabadok lehetünk, mert ez a szabadság szó, ez ilyen kicsit olyan elcsépeltnek tűnhet, akkor, hogyha nincsen mögött a tartalom. Viszont itt olyan tartalom van mögötte, hogy elérheted azt, hogy annyi ideig menj el valahova, amennyi ideig szeretnél, azzal, akivel szeretnél, addig maradjál ott, amíg szeretnél. És amikor szeretnél, időben is nincsen meghatározva. Nyilván ezt nem két nap alatt lehet elérni. Viszont ha szépen menetelünk, használjuk a tudást, akkor ezt el tudjuk érni. Tehát itt jön be az a fogalom, nem csak hogy szabadság, hanem anyagi biztonság is. Ezt több helyen megfordultunk 5 évvel ezelőtti előzője, tehát úgy mondom, hogy megelőzőleg, és ezt mindenhol ezt hangoztatták, de nem, tehát ezt nem kaptunk olyan módszert, nem kaptunk olyan távlati módszereket, olyan konkrét tervet és módszert, ahol ezt el lehet érni, itt megkaptuk. A másik az, rettentő fontos, na ez negatív szó, tehát nagyon fontos, és szenzációsan örülök, hogy rátaláltunk mesterünkre, mert egy olyan közösséget találtunk, egy olyan helyet találtunk, ahol valójában az emberek, amit említettem most mesterünk is a képzésbe, feltöltődnek azáltal, hogy együtt vannak, egymást töltik, van egy konkrét, nagyon egyszerű és nagyon szenzációs módszer, hogy hogyan tudjuk a másik embert úgy segíteni, hogy ő is töltődjön, és jöjjön föl hangulatba, és ő is tudjon gondolkodni, és tudja megoldani a problémáit ezzel a tudással. Hogy azt érezzük, hogy jó ide tartozni. És ezt eddig nem találtuk meg sehol se. Itt megtaláltuk. A következő fantasztikus dolog, amit sehol máshol nem tapasztaltam meg, az az, hogy tehát nem tudom, hogy te voltál olyan helyzetben, én rengetegszer voltam sajnos, iskolában leginkább, ez mind az összes iskolára vonatkozik, ahol jártam, általános közép és felsőfokú, ugye említettem, hogy gépészmérnöknek tanultam, és azt tapasztaltam, hogy nem szittak le, ha valamit jól csináltam. De hogyha valamit jól csináltam, akkor nem veregették meg a vállamat szó szerint, vagy idézőjelben, vagy képletesen. Tehát nem kaptam túl sok dicséretet. Most nem tudom, hogy akit nézed a videót, hogy ezt hogy élted meg? Vagy esetleg otthon, és ez nem a szüleid hibája, ezt is tanuljuk, hanem a szüleink is ezt tapasztalták, ezt kapták az ő szüleiktől. Én sem voltam azért megdicsérve, amit jól csináltam, viszont nagyon örültem, mikor valamit elrontottam, és nem nagyon szittak le. Itt a PPH-nál és Nyílt Akadémiánál azt is megkapjuk, hogyha valamit jól csinálnak, akkor elismernek minket. Elismernek azért, hogy például a tudást át tudjuk másik embernek adni. Elismernek azért, hogyha elkezdjük ezt a tevékenységet. És igenis látom az őszinte tekinteteket az embereken, őszintén tapsolnak, és nem megjátszva, nem azért szól a zene, mert hogy azt kell tenni, mert le van írva. Nem színjáték van. És megint csak azt mondom, hogy ez, ha hallottad azt, hogy túl szép, hogy igaz legyen, ezt megtapasztaltam. Párommal, gyerekeinkkel megtapasztaltuk. Szép kis tanulócsoportunk, velük együtt megtapasztaltuk. A következő, még egy gondolat van, amit ugyancsak csak nem kaptam meg sehol se, az, hogy nem tudom, majd te voltál úgy, hogy gyerekkorodban érezted, hogy valami több van benned. Én például a gyerekkorom többször körülnéztem a világba, és nem tudtam, hogy mit keresek itt. Tehát láttam a többi embert, többi gyereket, hogy na, ide mennek, oda mennek, ezt csinálják, azt csinálják, nekem nem tetszett, nekem ez nem volt, nem tudtam magamévá tenni ezt a cselekvést. Nem tudtam, hogy miért. Rengeteget kerestem, hogy miért.
Hát ezért sokszor le is néztek, vagy kigúnyoltak, hogy én nem megyek velük, meg nem csinálom ezt, stb. Valahogy nem éreztem ezt. Viszont itt megkaptam mesterünktől azt, hogy ha bennem van bármilyen képesség, akkor azt itt megkaptam azt a módszert arra, hogy azt ki tudjam bontakoztatni és fejleszteni tudjam. Azért, hogy azt, ami, és azt is itt tudtam meg, hogy mi a valódi küldetésem, megtudtam azt, hogy mi a feladatom itt a világban, és azt el tudjak indulni ezen az úton, és ezt teljesíteni tudjam. Tehát a képességeimet ki tudom fejleszteni. És ez nem egy 5 éves történet, ezt tudom, hogy az életem végéig fog tartani, és még onnan tovább is. Viszont ezt sehol máshol nem kaptam meg. Nem kaptuk meg. Úgyhogy én azt mondom neked, aki hallgatod most az előadást, engem és mesterünket, hogy ha még nem találtál rá egy ilyen helyre, és máshol hallottad, hogy túl szép, hogy igaz legyen, tapasztald meg. Gyere ide pár hónapra, én még azt tudtam mondani, hogy egy ilyen 2-3 hónapra gyere ide, az elég arra, hogy megtapasztald, hogy miért csináljuk és mit csinálunk. Utána jön majd a konkrét tudás átadást, és azt magadba tudod szívni. És az se legyen probléma, hogy mennyiért. Mesterünk ezt nem úgy fejlesztette ki ezt a rendszert, hogy azok jöhetnek ide, akinek sok pénzük van. Nem. Azok jöhetnek ide, akik tudást szeretnének maguknak, fejlődni szeretnének, és ezért egy nagyon minimális anyagi áldozatot is tudnak hozni. És azt vettem észre, a tapasztaltam, tanulós csoportunkban is több olyan egyén van, tanuló van, nagyon szeretjük őket, hogy nagyon kevés pénzből élnek, viszont nem sajnálják ide azt a tandíjat, mert tudják, hogy mire tudják használni, tudják, hogy megéri, és ami döbbenetes, hogy a fentiek, nyilván aki hisz a fentiekbe, azt tudja, és ők megtapasztalták, hogy lehet, hogy utolsó 3 nap, de valonnan jön egy olyan forrás lehetőség, hogy be tudja fizetni tandíjat. Valakinek több mint 10% a jövedelmének a tandíj, és ő is meg tudja tenni, be tudja fizetni. Konkrétan mennyi? Onnan indulok el, hogy nemrég körbenéztem interneten, és láttam olyan képzéseket, ahol 10 meg 13 alkalom, valahol egy óra, másfél óra volt egy-egy alkalom, és 5-600 forintot elkérnek nettó. Utána olvastam kisbetűvel, mondom, úristen, ez bruttósított, akkor az mennyi? Tehát ez szerintem az anyagi lehúzás teteje. Mesterünk ezt úgy állapította meg, hogy kedvezően hozzá tudsz jutni 40 ezerére első hónapban, 20 ezerére a következő hónapoktól, viszont akciósan, hogyha ezt el tudod dönteni pár napon belül, akkor most 19.700-ért tiéd lehet első hónapban, utána pedig 12.500-ért. Havonta ez 30 óra képzést tartalmaz. Én azt mondom erre, hogy apró pénz. Ez tényleg apró pénz, mert ezt mindenki meg tudja tenni. Most gondolj bele, hogy elmész tankolni, mennyit hajtott a benzinkuton. Ennek többszeresét. Boltban nem lehet úgy elmenni 10 forinton alul, és vigyek valamit, mert az zsebembe is elfér szinte. Jó, most nem azt mondom, hogy falevelet veszek, az zsák. De hogyha normálisan élelmiszert veszek, akkor 10 forintért, tehát egyre tangért 12.500 forintért, már nem tudom, mit lehet venni. Úgyhogy ez nem pénz érte. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy ha még hezitáltál rajta eddig, akkor most tedd meg, hogy elmész a legközelebbi bankba, nyilván ne vasárnap mennyire ez büntetik, hanem holnap mennyire, vagy interneten, ha van lehetőség netbankba, tedd meg az első döntésedet, jó döntés, és ha úgy érzed itt a helyét közöttünk, akkor tedd meg, és gyere közénk, szeretettel várunk. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Most a szünet után gyereknevelő kócsképzésünk folytatódik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel ajánlatunk, örülünk, hogy eddig meghallgattad, és elbocsúzunk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.